estét kívánok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a színházi esseink második részében. És hát az az öröm ért engem, hogy egy egész oldal tele kellett írnom, mert az elkövetkezendő hét az úgy alakult, hogy mintha színházi hét lenne, annyi produkció lesz itt a PRK-ban, illetve megy a színházbusz. Ha megengedik az előadás előtt, azért felolvasnám, hogy milyen előadások lesznek itt. Rögtön most vasárnap 18 órakor Gérincz Attila, a Szabadságharc egyik költője, az 56-os Szabadságharc egyik költője verseiből lesz egy előadás a Zöldsziget táncegyüttessel. Tehát arra várjuk Önöket sok szeretettel, erre az előadásra ingyenes a belépő, tehát hogy mindenkit várunk szeretettel. Április 5-én 18.30-kor egy festmény megnyitó lesz itt, Varga Virág festményeivel. Április 6-án megyünk a színház busszal a játékszínbe. Április 9-én ugyanint 16 órakor aranybaladákat lehet megnézni, tehát az jövő hét vasárnap. És amire már most lehet jelentkezni ezen a héten, az a május 15-i színház busz, az a Pince Színház. Tehát, hogy így összesűrűsödtek a dolgok. És hogy egy kicsit azért finomítsunk ezen, ezért jövő szombaton az első segélynyújtó tanfolyam második része lesz, ahol megismételjük az újraélesztést, és még sok-sok kérdéssel lehet találkozni. Tehát 8-án 10 órától. Tehát egész sűrű hét áll előttünk a PRK-ba. De hát most egy szép nap, vagy szép este következik, mert Kisfaludi Károly Kérünk című darabját a Leányfalusi Szekér Színház fogja előadni, fogadják nagyon sok szeretettel. Szerelem-e az, ahogy nem, amit érzek kedvemben? Ahogy az nem szerelem, hát mi lakik szívemben? Ha jó, hát miért oly bánatos, annyi kínba mért elő? Ha rossz, miért oly kívánatos, miért oly édes és kellő? Én is így tűnődöm magamban, és nem tudom, mi titkos érzés játszik szívemmel, melyben hol fájdalom, hol kívánat dobzódnak. Félek, hogy az a testvéri hajlandóság Károly iránt forró szerelemmé vált, és annak tüzelángol kedvemben. És ő nem szeret. Úgy látszik, meghidegült szíve azért kerül. Hogy gondolkodik? Ki lehet tárgya ezen csendes musongásnak? Te itt? Nem is hallottalak. Akit az ember nem óhajt, azt nem is látja. Akit az ember megvet, azt kerülni szokta. Ó, talán háborgatlak. Inkább... Maradj! Jön szívtelen ember! Miért kell a szegénynek mindig megvetés szemben? Sokszor ellenkezőt mutat a képzelem. Többször a szív méltatlan ért eteget. Károly! Ez sok volt! Ezt nem értem nektem. Bocsáss meg vadindulatomnak ezen megbántást. Mári, hallgass, miért jöttem én. Én elhagylak. Mit hallok? Mi ösztönöz arra is? Édesekám tudja már? Nem, még senki nem tudja. Te vagy az első, kinek megnyitom kedvemet. Mi áldokod ezen seres szándékra? Nem akarok tovább visszaélni atyának jó voltával. Ő eddig felnevelt, tanítatott, úgy, mint saját fiát, csak azért, mert atyának jó barátja. A jó tételének önmaga érzi jutalmát. Már kiléptem már a gyermekség korából, és magam eltartásáról illik gondoskodnom. Lili még ezután is itt marad atyai oltalmában, de én hálaadó szívvel tovább költ. Érzéketlenségedet mely szép szavakba takarod, Károly? Más a te vezérlőd! Az öreg úr megjött a városból! Te itt, bátyám? Mi az? Mi történt? Ez a szegletben néz, az az ujját számlálja. Hívfi szerelmei! Így már értem. Né, nehéz a szó. Gondolj csak el, ő el akar menni. Vadászni? Örökre. Úgy, már az más, és hová? Messze, a nagyvilág. Ha, nagy dolog. És most mindjárt, ha merem kérdezni. Már búcsúzni jött. És nekem testvérhugának nem is szól. Lili! És mikor lesz reményünk megint tisztelni? Soká nem. Talán sohasem. Én katona leszek. Hallott! Megbocsáss, bátyám, de szemeid egészen mást vallanak. Nem hiszem, hogy el tudnál válni.
Erősebb azon lánc, mely lekötve tart, mint az akaratod. Ne gondold! Az a lánc elszakadt, és vére minden szerencsé. Az igaz szerelem lánca nem oly romlékony. Én is így gondoltam szép álmomban, de felnyíltak szemeim. Jó. Látom, már igazságot kellőztetek tennem. Tehát én vagyok a bíró. Adjátok elő ügyelitek. Hogy tudsz most engelelni? Midőn elhágy, és elviszi értem nyugalmát. Midőn már magok számra se szólt vele. Midőn, ha rám tekint, elfordul még csak rám se nyílt. Midőn, ne! Jobb, ha hallgatom, és legyek, amely a lábam. Nem szólt meg, úgy is adtalak. Midőn. Midőn nincs esetek. Egyik se tudja, hogy mi a baja. Utod meg, majd engem is belekevernétek. Nem hallottad bátyánkat? Szélihez akarja adni. Nem hallottad, hogyan elkezdtem, és ő mégis ellenem. Elég! Most legyetek békével. Károly, te itt maradsz. És bízzál mindaddig, még több okod nem lesz a kétségre. Málint, te maradj az, ami eddig voltál. És a béke felmarad köztetek. Haj, kedves úr. Édes, kedves úrom. Nem, kedves, mert veled lesz még dolgom. Mit írtál te az asszonyok felől, mely rútul festi ő le szegény nemünket? Ez nem szív! Hiába mented magad, asztalan integetsz. Megmutatom, mint ítélsz rólunk, Málint, csak figyelj. Előbb bemegy egy szobájába, és ezen töredék levél az asztalán fekszik. Szép az asszony, de könnyen változik. És egyedül kényének áldozik, szíve ritkán jó, család és kártékony, soha nem állandó, elkölcse botlékony, eleje romlékon. És a többi, és a többi, mely fekete elírás. Mit tudsz mentségedre szólani? Egy komoly kedvek szülötte. Máli, mit érdemel így gonosztető? Mivel, hogy az egész asszonyi nemet bennem érte felfedezni, tehát, megbocsátok. Ó, Máli, bravo, Máli. Bocsáss meg, hogyha megbántottam. Nem, mindent elfelejtek, csak végig lennél. Jaj, hát hogy lehetnék végigidőn? Minden órában tartanom kell a legrosszabb hírtől. Hát, hogy lehetnék nyugodt időn? Látom, hallanom kell atyám szándékát. De mit tegyek ellene? Hát ez az, ezepeszt, hogy nem is akarsz ellene. Jaj, ismered atyámat, benne él még a régi katona természet. Légy békével, ez is elmúlik majd. Lassan, az öreg ügyön. Mérsékelt üzedet, mert ha a rántás megég, kozmás lesz az étel. Jaj, édesapám, de hamar megjött. Na, drága gyermekeim, drága gyermekeim, na, hál' Istennek, átleste a legnagyobb gondomon. Máli, semmi újságot se látsz rajta? Háború lesz. Nagyon már elég zaj volt a világban, most már békesség legyen. Szép paripát vett a bácsi. Azt nevelek magamnak, fejjel. Na, megmondom tehát, lakodalom lesz, mennyörgő rász. Na, menj a szobrász! Ha, kit veszed, édes bácsi? Én van érzed, én? Igen. A 60 esztendőmben. Mit gondolod, asszony? Ezt hallani. Na jó. Már itt, amit csak nem is örülsz. Örvendek, édesatyám jó kedvéért. Igazán, pedig nem tréfa, amit mondottam, te férhez mész. Jaj, nekem is. Csak kellene arról tudni. Jó, meg tudod, nem sokára. Egy kis időt mégiscsak enged, édesanyja. Egy pillanatot sem. Mindig válogat. Ja, egyik sem tetszik. Igen, úgy jársz, mint az ember a vesében. Aki egy pálcát akarván várni magának, addig keresgét válogatott, míg egy görbe görcsös bottal kellett megelégedni. Jó, hát csak talán nem fog kényszeríteni, édesatyám. Ha már magad által nem találod fel szerencsére, tehát köteles vagyok arra, mint jó atyád, téged kényszeríteni. De ha boldogtalan leszek azáltal. Jó, van. Szokás dolog az egész. Amikor én pipálni tanultam, akkor eleinte émelygős, keserű volt a füst, aztán végül nem látom, meg se lehetek nálam nélkül. Szép hasonlítás. És talán már annyira terhére volnék édesatyámnak, hogy erőnek erejével tovább akarajtam adni. Egy szó annyi, mint száz, neked férjhez kell menned, így tovább veled nem bajlódom. De mi? Sotom! Szüntelen zavarnak a kérők! Menj törkül rá, férjhez kell menned! Mégis! Nem, de azt fogadta édesatyám, hogy szabad választást enged. Választ, de menj! Szabadát választanom! Szívemet követnem, édesatyám! Édes lányom, válasz a kettő közül! A kettő közül? A kérő közül. De nekem sohasem az újságot, édes bácsi! Na, te rá is jön a sor. A kérő közül? Nem értem.
Báró Szélházi megkért a városban. És még ma délután eljön háztűznézőben. Én őt pont rázúzom, összevágom! Én nekem csak azt mondta, hogy tégedet elvesz. És a bácsi mit felel? Hát, hogy legyen vízbás! Tehát még nem is láttam. Meglátod most! De nem is ismérem. Megismered majd a férjedhez. Akkor már késő, hát ha összbe se illünk. Még késő. A mértéket megmutatom. Hát, de ha nem tudom szeretni. Jó, az megmutatom. Jó, jó, az egyiket tudjuk. És a másik? Másik. Jó, a másik hova is tettem. Tessék, én olvasom. Mint hogy házi circums... Jó, Károly! Olvasd inkább te. Hát még ez is. Spektabilis kapitány úr! Mint hogy a házirendek úgy hozzák magukkal, a házassági vikurumba lépjek, tehát szemeimet a Spektabilis úr kisasszonyára vetettem, és véle az élet tengerén keresztül navigálni eltökélem. Ezért Huminimen jelentem, hogy 1. szeptemberre. Prefigáltam a terminust, amelyben in persona udvarlására leszek az egész úri háznak. És legottan az okulátát elvégezvén a dokumentumokat mindjárt szolemizálni és autentikálni fogom. Különben úri favorival magamat rekomendálva vagyok Spektabilis úrnak alázatos szolgája Perföldi Tóbiás Jakab, Juris Utrisk et Filozófia doktor és felesküt ügyész. Na? Hallod, leány? Érthetően, de... Már ez bájos, ömledező levél, mely heves, forró szerelem lehet kivelni. Hányadik van ma? 1. szeptember. Mit tök rászta? És te mit mondasz, édes öcsém? Nem lenne nagy szerencse, hogy egy jókos ember jelenti magát. Igen, én örvendek, de úgy gondolom, hogy... Nem, mert nem tanácsos elküldeni. Már a lányok érkeznek. Ha ma nem, hát soha. Mert tudd meg, az én udvaromban több kérő nem jön. Ne is jöjjön, édes bátyám, csak rám bízza a dolgot, majd én mindent eligazítom. Na, azt szeretném én látni. Az egész házban ketten vagyunk férfiak. Én. Jaj, Károly! Hát én már átolestem a határfalmon. Levegőben keres hölgyet magának. Könyveket forgat, verseket firkálsz. Szívemnél nagyobb értékem nincsen, ennyit hagytak rám szüleim. De van akaratom tanulni és dolgozni. Jó, az még nagyon szép. Na. Jaj, drága lányom. Tudd meg, hogy ezeknek az atyjuk nem sok leghívebb barátom volt, de még életemet is megmentette. Az voltál ott elég magyar ember, mennydőgő rászta, tudod, amikor kezemet előtték, és én ott feküdtem a földön, maga tehetetlenül, már az ellenség körülött, mikor ő, mint a kilőtt nyíl, felém vártatott. Jaj, és saját oda hátra vezetett, és sebemet gondozta. Jaj, amíg élek, én azt el nem felejtem. Kedves bátyám, azt már kétszer ezzel meghálált a rajtunk. Áll a gyermeket, hogy én? Milyen szerencsés, tényleg, milyen szerencsés. Ja, csak egy bajom van. A lányom nem akar házasodni. Hiszen ráérek még. Ha meg lehetne, halaszt hónapra. Tudni akarom, kinek a kezére jutsz, ha én már a más világban leszek. Aj, mely gondolat? Ugyan már mit mondasz? Öreg a legény, ma holnap kiszólítanak. Hiszen jó, van miből megélned. Szép, jó szár volt. De ha leáll az a ház, olyan hard. Markolat nélkül. Mi kifogásod van kérő ide ellen? Ó, szélházi szép ember, igen. Jó nemzetségből megvilágra való, a megföldi meg nagy tudású, vagyonosú. Majd már úgy ismeri őket, édesatyám. Igen, igen. Az egyiket hívből, névből, a szélházit magát most láttam a városban. És hogy igen, meg tetszett? Ó, jó, nekem nem tetszik. Na de hát ma már más a fiatalság ízlése. Éppen azért mi jobban megválogatjuk. De én nem is látom, nem is ismérem, és nem is hallottam. Meglátod, megismered, meghallod, férhez néz, punktum! Ebből semmi sem lesz, punktum! Te, kapitány uram! Kapitány uram! Kapitány uram, bennék jön! Ez ki az? Nem ismerem, sohasem láttam. Ilyen ember nem szokott mi hozzánk járni. Hogy néz ki? Na miért nem kérdezted meg? Tarkás, fehér olyan furcsa vendéghaj. Kificamlott dereka, meg igen bő vászonnadrágja van. Persze, az én de sietős volt. Sietett is az engem úgy segélyen, majd eldöntött. Sürgetős dolga lehetni nálunk. Hol a férfiak pengőt éreznek oda, a sietve tolonganak. Magyarnál mindig nyitva van a kapu, ez annyit tesz, hogy szívesen lát vendéget. Na, hát mi? Leányok készülj. Én megmegyek. Lesz zűrzavar a háznál. Tudod mit, inkább maradj.
Ide vezetem őket. Jaj, jó, ha ne búsulj, édes lányom. Ne búsulj, ennek meg kell lennie. Előbb-utóbb, de meg kell lennie. Aztán nem akacskodja rá. Hogy én kardomért megyek? Mami, csak el kell várni. Ha légy nyugodt. Ha éreznéd, ami itt szorongat, hogy könnyen nem vennéd a dolgot. Bízzál, hív szerelmembe. Most nem. Mári, én tőled soha el nem állok. Te épp már életemben is. Jaj annak, aki tőlem el akar ragadni. Amint látom, a kisasszonyért jönnek. Tehát, Ragzi lesz. Örvendek, valami is eljárom. Csak az a bökkenő, hogy egyik sem tetszik. Hát akkor nem örvendek. Meg kell őket csalnunk, kell segítsen. Hogy? Hát, ha valaki kérdést tesz irántunk, csak mondja azt, hogy én vagyok a kapitány leánya. Helyre, amis a kisasszony. Maga akarna férjhez menni, ugye? Hát, Ferenc, ugye megteszik-e? Na jó, nem bánom. Ferenc úr megteszi a magát. Ferenc! Számon tartok kellene. Lili, miben mesterkedsz? Csak ideám. Vendégek jönnek a házba! Na és nem is tudom, hogy mutassam így magam, mikor még a reggeli öltözékem van. Most van le! Menjen a szobájába, édes név! Nem. Én mindent tudni akarok és rászni akarok. Ki jön ide? Mit hoz? Mit vesz? Minő emberek? Jaj, azt utóbb is megtudja, édesasszony néném. Amikor mindenben ebben a házban nekem kell döntenem, igen? Mi ez a könyv? Ima könyv. Himfi szerelmem! Eretnekség van ebben a könyvben, és azonnal tűzbe vele, lányok! Azért hoztam, inkább bevetem. Az axibe nem gyújt tüzet. Oly, minden ebben a könyvben a sátán műve. Minden betűből ő kantikál ki ebben a könyvben. Tessék, kérem, na menjenek már az urak! Örvendek, hogy szerencsém vagyok tisztelni ezen úri familiát. Különös szerencsémnek tartom megismerkedni így érdemes úri házszal. Ja. Leálljon. Kedves kis húgom. Ez meg... Hogy hívnak? Margit. Öreg néni. Kedves uram. Öreg! Én most elmesélem életem egész történetét. Születtem 1700-ban... Margit, a főkötőt félre csúszott, igaz is? Miért kell mindennek rászólnom? Jaj, Isten, bocsánat! Uraim, most el kell távoznom, de majd visszajövök, és elmesélem, hogy hogyan halt meg az én kiábornom, és hogyan sírattuk a... Megyek. Szegény jó néni. De kevéssé sokat beszél. Na, kedves uraim, tessék házamat úgy tekinteni, mint önnöm magukért. Agnoszkálom gráciáját, a Spectabilis úrnak, és mindjárt is azután cselekszem. Fumé, pardon me! Monsieur. Jaj, tessék velem majd önünk beszélni. Én eleget küzdködtem a franciákkal, de gyermeke, nem tudom. Én viszont sok nyelveket beszélek, nem akarva is kimondom az idegen szókat. Na, ezek kiadók. Szép. Egy dicséretes dolog az idegen nyelvek tanulása, de az ember tanulja meg a saját nyelvét. Ó, azt én is értékelem. Az hasonló azon kertészhez, ki tulajdon gyümölcsét elrohasztja, és az idegentől drága pénzen a rosszabbat megvesz. Igaz, de a nagyvilág úgy akarja. A magyar világ a haza! A bonton úgy hozza magával, magyarul már szinte nem is szól az ember. Nyelv teszi a nemzetet. Aki húzza a földjének termékeny hasznát, az tudja boni nyelvét. És nagy erős lengések voltak most a világban, de mi átra néztük a veszélyeket, és így. Nemzetünk, törvényünk, megmaradt jó királyunk alatt. Na, elég erről. Ha tetszik, akkor gyerünk a kertbe. Miként parancsoljunk?
Ah, mely hátra vagyunk még? Megvallom neki, hogy téged szeretem. Majd ne, várj még, hadd múljék el ez a felteg. Amit látom, atyámnak Szélházi nem tetszik. A Perföldi. Hogy én őt porrá töröm, összevágom. A légy nyugodt, megint égsz, lángolsz, de mi végre? Hol van Lili? Tudom, én a vendégeket mulatja a kertben. Az imént igen elmélyülve láttam beszélgetni Szélházival, aki több ízben a lába elé gondolt. Jön is, mondjuk el. Csak igaz! Szép embernek mindenkor kedvez a szerencse! Szegény szerelmes leány! Szívétől elragadtatva atyának cselvetését menten elárulja! Sose gondoltam volna, hogy ebbe végkatonába annyi csalafintaság szorul, hogy a kérőket így próbára tegye! Hogyha leány a szívétől elragadtatva igaz vallást nem tesz, még a végén Málikát választom. Ez Lili munkája. Máli tulajdonképpen jobban is tetszik, de nekem pénz kell. Sok pénz kell. Ne, szerencse. Mely kaland? Meglát. Belém szeret. És mentem megvallja, hogy ő a kapitány édes leánya, aki ez a vagyon jár. De nem is csodálom, hogy belém hamarodott. Mondja, hogy áll a hajam, minden fürtök derám sírozva. És asszony, ennek meg kell vallanom, hogy a másikat választom, mint sajnálom szegényt. Örvendek a szerencsének. Részemről a szerencse, hogy áll a szív környéke. Sajnálom, ha esetleg csalódást okozok a kisasszonynak, kérem, ne nekem tulajdonítsa, ne az én jó szívemnek, én tisztelem, becsülöm, sőt, kedvelem a kisasszony, de hát a sors, a környű lállás. Nem értem a báró urat. Maga sem érti ezt magát. Nem is értsen, nem is akarom, hogy értsen. Ó, szegény kisasszony, ne is értsen, nem vagyok én barbár. Még hagyok egy kis reményt neki, csak lassankán, lassacskán tudja meg, hogy másra vetettem a szememet. Hol van a kapitány úr? Édesatyám? A szobájában részem. Édesatya. Elővel édesatyának fogadja, hogy engem elnyerjen. Ezen urat láttam már valahol, de nevét nem tudom. Várvalmai Károly. Atyám fia. Jó barátunk. Lili testvérbátyja. Tulajdon bátyja. És őt is megtakadja. Érettem! Örvendek! Nekem mennem kell. Légy nyugodt, én változhatatlan maradok. Ez is biztos összejátszik az öreggel. Mely keményen tekint rám a képzelt magasságból. Apropó! Én hasonló képet láttam valahol a világban. Nem lehetetlen. Nem járt az úr külföldön? Nem. Hazámat kívántam előbb megismerni. Kár! Nagy kár!
Csak az utazás adja meg az embernek igaz érdemét. Én magam összejártam Olaszországot, Franciaországnak nagyobb részét. Ó, és így szép tapasztalásokat tetszett szerezni? Melyik kérdés? Én ismerem a szépet és értek is hozzá. Ó, példának okáért. Példának okáért. Gondolhatja az úr, Olaszország szívé. Rettentő eset. Megtámadtatott? Kocsim? Felfordult, összvetört, és nekem egész fél órát gyalogolnom kellett. Hát ezt magyar utakon is igen könnyű megtenni. De jártam Velencében, Rómában, Párizsban. Velencében. Egy igazán bájos leányt láttam. Egészen elbájolt. Hát Rómában. Emlékezem, Róma. Kivált igen édesen aludtam ott. Ó, kár volt a költségért. Hát Párizsban, barátom, én ott oly étkeket láttam, amiről mi szegények, és csak nem is államodhatunk. Ah, mely hátra vagyunk mi? Bár ebben maradtunk volna hátra. Tudja, aki hasának él, ritkán él nemzetének. Szívesen tanítanám az uradat. Szívesen tanítanám az urat, de egy ág minden fülteimet lerontál. Mennem kell azonban... Jó barátok maradunk. Nékem az úr húga Málikanna. Tetszik? Felette tetszik. Jobban, mint a kapitány. Igazi leánya. De hát a sor, csak örnyűlálása! Legyen elég. Ki érti ezt? És ő a szerencsés. Gondtal a lévi világát. Minden szavát aranyan fontolja. Hát külsejét bámulja, és a majmolásban számos követőket talál. Magasabb érzelményt nem is ismer. Ha, nem, ettől egyáltalán nem rettegek. De az a másik, az a belföldi. Megyek kikiblálni a dolgot, mire a nap leszáll. Meg tudom, mit árja fel inkább az ember szívét. Az aranyé. Vagy a hív szerelem. Kutyácskán kívül nem is emlékszem, hogy valamit szerettem volna. Így hát szíve üres? Ó, nem! Újra megtölt szerelemmel, és annak egész masszája a kisasszonyra szállva. Az felséges principiuma a kapitány úrtól, hogy csakis a tiszta szerelem nyerje el leányát. Nagyobb leleket gondoltam Perföldi úrban, mintsem alacsony nyereségbe vezetni. Ez a motivum nekem tetszik, de rogál is az igaz szívű embernek. Én már régen azt döntöttem magamban, hogy ebben a dologban egyedül szívemből procedálok. De teszem azt, ha én szegény árva, és nem a gazdag balta fileára volnék. Akkor is lekötelezném magam, ha a szegénységgel primo, ennyi virtus, secondo, ilyen szépség egyesülve volnának. Nemes érzés. Hát a pénz nem mindig elegendő a házi boldogságra. Én is így tartom, és nagyon örvendek, hogy oly férfi úrra akadtam, aki egyenes szívvel is minden haszólesés nélkül lép a hímen oltárához. Én pedig gratulálok, hogy így kincsre akadtam, melyre fundálhatom szerencsémet. Még egyszer szumitálom szívemet a kisasszony kegyes judíciuma alá, remélvén, hogy favorábilis szentenciát nyerek, és elvégzem szívemnek involtus perét. Egy szipporó. Tehát, amit az egészből értek, hogy...
örökre kívánnám lekötni magamat. Tudom becsülni. De előbb meg kell fontolnom. Optime! Így dolgokban sok kétség fordul elő, nehogy az egyik párc megcsalódjék. Gondolja át még egyszer a dolgot, konfrontálja szívét az eszével, azután tessék velem közlenni rezultátumát, és én a kompetens fórum előtt publikálni fogom. Egyszik borró. Veszedelmes játékba kaptam. Málit akarnám megmenteni, utóbb önnön szívemet kell őriznem. Mást akartam csalni, és majd magamat csalom meg. Ez a perföldi. Minden szegletessége ellenére szerelemre méltó. Mert ritka emberségi, és nemes tulajdoni elfelejtetik azon hiányosságokat. Különös. Mást akartam nevetni, majd Lidi! Lidi! Jaj, Lidi, már mindenhol kerestelek. Segíts, tanácsol, kérlek, szólalj meg, mert az atyám az imént parancsolt rám, hogy kezemet perföldinek nyújtsam. Hát én ezt nem tehetem. Én Károlyt szeretem, nem lehetek másé. Mit tegyek? Lidi? Lidi! Lidi! Beszéld el rólam, kérülj, mert gondolj ki ezer hibákat, majd minden rosszat felülem, csak hogy elálljanak tőlem. Lidi! Ne félj! Úgysem kell lesz nekik! Mi baj, de jó? Ez valóban igaz! Ne jöngyön szóla belőle! Nem kellek neki! Szólottál velük? Nem még, de a férfiak változók. Ha nincsenek igazabb jeleid, akkor menj! Soha se szeretnél! Így szorultságban elhagy barátságot! Megmutatom, engem kérnek meg! Édeskedves húgom, mit végeztél? Édeskedves bátyám, én hallgatom. Kedvesen, már csak magunkban bízhatunk. Lidi is ellenünkre dolgozik. Mindenen keresztül török. Amíg karomat bírom, el nem állhat tőlem. Csak igaz marad a mondás. Egy leány több zavart okoz a háznál, mint 100 férfiú. Az asszony olyan, mint az orvos. Az ember kikellene, és mégis rászól. Úgy van, Ferenc. Előbb békesség, csendesség volt a háznál. De hát végre igazat szólam, ha meguntam már hazudozni. Csak ideig hallgass mi. Alig várom, hogy megmenekedjem. Máli, fogadom. Több kérő nem lesz. Nem is óhajtok. A tulajdon házába felforgatják az embert, arra az udvar, amit a táborban a maradatányos tanyája. Kapitányom! Ja. Ha én kisasszony volnék, mind a ketten kosarat kapnának. Majd jön egy szép huszár. Nem értesz te ahhoz. Tudom én most is, hogy mi a jó. Hát te... Én gondolkozom. Már megint mennyegzős verseket faragsz. Azon gondolkodám, hogy minnyáj a széjjel megyünk. Máli, én... Károly! Valamely regimenthez megyek. Elválik. Jó. Menj csak. Nem tartóztatlak. Azt gondoltam ugyan, hogy segédem maradna a végső napja, majd de menj. Menj, ha úgy akarod. Menj, dörgő rá, azt a magyar szereti hazáját szolgálni, és tudja is, hogy miért. Szép huszár leszel. Egy csata volt a háznál, szentől és a faluban. Mit szólsz? Emlékszem, már mondtam, de amikor engem el akartak venni feleségül, vitatkoztak értem, ki pisztolyjal, ki karddal, ki minden félében volt, aki lelőtte az orrát, volt, aki fejjel lőtte magát. Már ezzel is megelégszünk, gyere. Egyik kérő nagyon nem tetszik. Sokat beszél. Gyűlölöm azt, aki sokat beszél. Most a másik! Olyan kedves. Elmondtam neki életem történetét, és csak 32-szer ásított. Azt hiszem, hogy ő már boldog. Az, aki süket és nem kénytelen téged hallgatni. Na, kérem, jöjjenek utánom. Menjünk a szobámba, és akkor mindent lerendezünk. Azt azért előre bocsátom, hogy csak egyikük veheti el a lányomat, és én neki szabad választást engedtem, ezért neki hátra maradt, köszönöm, hálóság ne legyen. Egyik Barsznak hátra kell állni?
Nekem már van döntésem. Nyugodtan várom. Hát tessék, ha tetszik. Nem sokára jut az óra, mely szercsejét zengik. Sajnálom. Vigasztalja magát. Ebből mi lesz? Minden erre áll, Károly? Nagy nehezen vettem rá, majd, hogy nem magam is elkütyerektem, miközben búcsút vett Mári kisasszonytól. Hát csak kitett magán, és csak azon bosszunkodom, hogy előbb észre nem vettem szerelmüket. Hát pedig én meg szoktam látni az olyat, hogyha valami történik a háznál. És senki sem látta, hogy elment Károly? Senki, csak mi hárman. Azaz, hogy csak mi ketten, mert Mári kisasszony azt hiszi, hogy örökre búcsút vett. Ferenc, ha jól végződik dolgunk, megálljuk a kett segítségét. Szívesen cselekedtem a szerelmesekért. Mely szomorú a mi sorsunk, ha a durvább férfiúj ész intézi a földi pályánkat. Ha hideg feltételek letiporják a szív édes gerjedelmét, nincs akkor támasza életünknek. Mit ér a magában élő asszonyi érzésnek a méltóság, ha annak szíves rabjává nem lehetünk, kit igazán szeretünk? Mely búsongás? Mári, mi vajod? Kérdezed, Lidi? Te tudtad Károly szándékát és titkoltad. Te is és ő is megcsaltatok. Kiben visszatékezted? Kinek hihetnék többé a földön? Hát jég szívvel búcsúzott. Én nem hiszem, hogy mind búsong. Mindent megvallok. Férj! Férfiúket? Megállom én a sarat, de egy szép szemnek a könnyeit. Szabad végre szólnom? Nem? Nem, mi nincs? Akkor hát megyek. Legalább azt mondták, hogy Lili, te így gyors el tökértségre. Nem hallád, hogy hívséget fogadtam neki? Atyádat nem akarát felgerjeszteni. Nem akart hálaadatlannak tűnni. Jaj, atyám, mit ír engedett volna, de ő nem is szól a vele. Ez nem mentség. Nem. Ő nem is szeretett. Mári, légy nyugodt. Jobb búval kezdeni, és örömmel végezni. Megvan! Hát igen, kétfogás, tánc, vigalom, vacsora, mindent elintéztem lányod, mindent! Na, melyik választok? Egyiket sem! Mi hajadon maradunk, valamennyi férfiunknak gyűlölséget esküdtünk. Én így értek. Örökre kizárom a férfiakat a mellett. Melyik kellemetes társaság? Én jövök! Mindnek megyek! Tehát a szerencse hamarosan beszáll eme házba. Mely boldogság! Ezen kívánatos ajakról szeretném hallani a szívszavát. Kedves, az én szívem, mint ver, mint tömörök! Az enyém hallgat. Értem ezen kívánatos sóhajtást, értem ezen kellemetes öblekést, látom szív szemének így mosolygását. Nem tudok is azt, hogy franciáról, hogy forró szerelmet jobban le tudnám fekteni, előadni. Én hív szerelmet óhajtani, mert üres fecsegés. Hívség, melyik közönséges szó? Én az vagyok, az leszek, a síron túl sem tekintek másra. Valóban el vagyok ragadtatva. És méltán, mert kérkedés nélkül szólva, én nagy ember vagyok. Hogy érti ezt, báró ura? Mit tart nagynak? Nyilvánvaló, hogy nem látok még nagyvilági ember. Akkor csak az eszély nagy. Az én házamban ön játék uralkodik. Mindez boldog, de tudom, hogy szebb tulajdonságok is ékesítik a báró urat. Nagy lelkűség, hazafiúság. Megavult szó. Tudom, hogy egy részét annak, mit a szerencse adott, nemzete dicsőségére, méltóságára fordítja. Beszéljünk inkább szerelmünkről. Én... az érzés tengerében úszom, és elsüllyednék, ha a kisasszony szívében nem kapaszkodhatnám. Mellem tömörök, fejem tétovább, el
hatnék mellembe, ha nem szerette! És vérem, piros vérem, ezt a helyet mosná, mosná. Ím, lába elé borulok! Mit látok? Mit hallok? Alkalmatlan ember! Minő lokalitásban találtam a bárót? Likvidálja nekem ezt a kisasszony! A báró nekem örökhívséget esküdött. Protestálok! Itt! A kisasszony a bíró! Közöttünk úgy vélem, a választás nem nehéz. Már az igaz! Azonban a kisasszony legyen mediátor közöttünk kénye szerint. De nem manipulálja a dolgokat. Remélem, nem fogja az előbb ígértet visszavonni. Semmi esetben sem. Az egész dolog állapotja csak egyben változik. Micsoda az? Mi nincs idő. Talán korán is fog jönni az igazság. Mely elavult kifogás? Nem érti. Nem kell a leánynak, hát ez kosár. A valóságos kosár. Inkonzulte? Nem szoktam cselekedni. Ha bővebben informálni fog a kisasszony, tehát elállok az institutumtól. Én pedig boldog leszek a szíves szándékomat megismerni és átlátni fogjam. Kisasszony, kapitány uram a kertbe hivatja a vendégurakat. Megyünk! Sietve jöjj a szerencsés óra, már érzem, hogy nem is ember vagyok, hanem az ég lakosa, már felemelkedem! Miért osztassék? Az ég nyitva. Nyitva áll! Édesanyám, sajnálom, de kívánságát betöltenem lehetetlen. Én ezekhez a kérőkhöz nem mehetek. Máli, mit mondottam? Ne kesed is tovább. Szegény öreg apádat ki téged. Találkozok, értem el, csak ezt ne kívánja. És mi okod? Jó, Szélházi nem tetszik. Választ Perföldit, hogy a talpig belég úr. Ez mind igaz, Bell? De én már szeretek! Mit szólsz? És kit szeretsz? Károlyt! Már ifjúságomtól fogva! Megdörgőrázta? Hát annak én magam vagyok oka. Hát azért volt olyan különleges az a gyerek. Ferenc! Kapitány uram, itt vagyok. Hova, Ferenc? Szólj azonnal Károlynak, hívd ide. Lovára ült és elment. Örökre elbúcsúzott. De megmosom a fejét, hogy megjön rossz gyerek. Atyám, atyám! Már késő, akármi csinálsz, most a férhez kell menned. Atyám! Jaj, Istenem, mindenre készen állok, csak ne tegyek kockára földi szerencsémet. Mi dolgod azzal? Ennek meg kell lennie. Én a jogkoromat teszem rá, hogy az egyik kérő csak pénzért jött mi hozzá. Mi dolgod azzal? Meg kell lennie. Szegény kisasszony. Máli, szót fogadj. Még egyszer mondom, leállj. De ígyen el, szólj az magunknak. Vendég urak! Bár, ott. Füle. Köszöntöm az urakat. Itt van mellettem leányom. Mint értém az urakat, mindketten óhajtanák őt feleségül. Mivel én neki szabad választást engedtem, ezért aki hátra marad, azzal háborúság ne legyen. Jól játszik az öreg, de okosabb embereket talál. Ami értékemet illeti, mint hátották uraságtok, van annyi, hogy bőségben szolgálhat. Nemesi jószágon minden készülettel egyetemben, egyetem leányomra száll halálom után. Tessék, most a kérők jön a sor, kérők kinyilatkoztatni magukat. Megvallom, emek kisasszony, a tökéletesség remeke. De szívem máshoz vonzom. Itt ül, akit választék. Jó van. Jó van. Lili is az én lányom.
én a dolgot úgy konveniáltam magammal, hogy a szerelem, illetve hát a házasság szerelem nélkül csak ugyan rózsákat nem terem. Azért Lidi kisasszonynak nyújtom a... Hála Isten! Ne szégyen! Jó van, talán térjek a lányomnak! Mentőrtől rázta, még elég nagy a világ! Édes bácsi! Megesz a mélyre, minden visszára megy! Először is uram bátyámhoz fordulnék, akit mint atyámat tisztelek. És megvallom, hogy ezeket az urakat megcsaltuk. Nem tudom, hogy haszonlesés vagy tisztább akarat hozta-e érdemes urakat házunkba, de azt tudtam, hogy bácsi Málit férhez adni eltökélét. Azt is tudtam, hogy Máli Károlyt szereti. Így atyámat késő bánattól, Málit szerencsétlen házasságtól megmenteni kíván. Ezeket az urakat azzal hitettem, hogy uram bátyám, gazdag leánya vagyok. És azt vallottam nekik, hogy bácsi tud jóhajtaná, melyik szeret igazán. Jól érvel. Szájülésed? Ferencet magát ittattam figyünkbe, aki híven segített. Ím, ez van a háló. És az ura beakadt. Jaj, kérdéket! Mit mondhatnék? Gyere ide, lányom, öleljön meg. Több eszed van, mint nekem. Pardon! Kit is mondottam én, Csorszka? Lédi húgomat. Hát igen, rosszul mondottam. Én már egy kisasszonyt értettem. Már késő, tessék másod házasodni. Merda. Hogy konzekvens maradjak, és kollégáim ne megszálljanak. A leány szép, a nagyobb szállás megvan, ergo meg kell lennie. Spectabilis, én szavamnak ura vagyok. Lili kisasszony kérem, házastársunk. Kapitány uram! Tessék! Egy újabb vendégünk érkezett. Atyám! Menj, dörgöl rá azt a gyermek, mi lett belőle? Haj, Károly! Majd többet el ne szökjél. Én örökre leláncolok. Mondjuk én kevék őszívű ember. Én is voltam fiatal, lám, mégis mit csengettem. Öcsém uram, gratulálok! Most minden hölgyet vevék, én is érzem leginkább a szépnek hatalmát. Amely unalmas érzékenységek. Egy szó, mint száz! Magamat ajánlom, köszönöm barátságát! Nincs mit! Menj hátra, kocsofék! Kivel a hazafizsár kihalt? Az nem érzi jól magát hazájában. Na, barátisti kedvesém, ez a nap is jól végződött. Vegyétek egymást, és éljetek a hazai javára, üdvére, dicsőségére! Tisztelt nagy érdemű, ha csak néhány mosolyt akaszthattunk, és ha édes mosolygások jutalmaztak bennünket, megköszönjük, mert a jó kedv a legszebb virága egy komor világnak. Yeah.